az élővilág az utolsó 23 órában kerül fel a virágkocsikra, és hogyha ez több virágkocsit jelent, akkor az jóval több virággal is számolható. Hát közel 1 millió szál virágot kell nekünk 23 óra alatt feltűznünk a kocsikra. Hamarosan kezdetét veszi az 50. virágkarnevál, de ugye itt vagyunk jelenleg az előkészületeknél. Mi zajlik most éppen? Hát itt most sok minden zajlik, tehát a szobrászati munkától kezdve ugye a statikai munkákon át, ahol talakatosok végeznek, már száraz virággal díszítünk, az élővilágnak fessük meg a helyét, a színazonosra, tehát hogy majd utolsó nap a díszítők tudják, hogy hova milyen színű virágokat kell majd feltűzniük. Tehát mondhatni minden, szinte minden munkafázisban dolgozunk. Mikor kezdődtek a munkafolyamatok? Hát a tervezés már tavasz folyamán, de magát az első faragásokat június elején kezdtük el, május végén, június elején, és onnantól kezdve folyamatosan dolgozunk. Az idén is szemedgyönyörködtető, ezúttal 18 darab virágkocsi vonul fel Debrecen utcáin augusztus 20-án. Ott jártunk korra majdnem 200 köbméter hungarocellből, már kirajzolódni látszottak a motorok, a táncoló figurák, továbbá egy nagyjából 2 méteres narancssárga kutya is feltűnést keltett a jelenleg zsúfolt helységben. Milyen állatokkal találkozhatunk idén? Hát az állatok témája ugye mindig ilyen kedves, mert az emberek általában szeretik, főleg, hogyha szépen van megformálva. Hát itt lesz kutya, lesz páva, lesznek méhecskék, főnix madár, ugye hát az egy, nem egy élő állat, de igen, hát ez is egy állatfajta. Tehát lesz néhány lesznek lovak, kenguru, vagy egy delfinek, tengeri élővilág, tehát egy kis, tehát elég sok állat lesz, igen. A díszítők már a közel 1 tonna szárazvirág közül a sóvirágot, az ahilleát és a szalmarózsát tűzik fel a kocsikra. Gulyás Tamás elmondta, az egyik legnagyobb kihívás mégis a tervezés során a méret, mivel a felső vezeték miatt a kocsi magassága nem haladhatja meg a 4,5 métert. Mindezek mellett a kocsik díszítése sem egyszerű, hiszen a szárazvirágok rögzítését követően a 20-át megelőző nap és éjszaka a munka oroszlán része következik. Hányan dolgoznak most itt, vagy hányan dolgoztak összesen? Hát jelenleg a fix csapat dolgozik, tehát akik már évek óta díszítenek, ez egy 15-20 fő a díszítés tekintetében, hát a lakatosok, illetve a szobrászok ugye azok adottak. Hát igazából az utolsó nap az, ami extrém. Tehát ahhoz, hogy ezt a rengeteg élővirágot, tehát közel 1 millió szár élővirágot föltegyünk ilyen rövid idő alatt a kocsira, és olyan minőségben, hogy az tényleg élvezhető legyen. Itt 150-200 ember folyamatában dolgozik egymást váltva, tehát összességében egy 400-500 fő fog dolgozni 23-án ezen a projekten.